Erre sok vonat jön megy, és elnézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szössötétben. Így irannanak örök éjben kivilágított nappalok, és én állok minden fülke fényben, én könyöklök, és hallgatok. Óbecsén, Péter révén és Bácsföldváron Vasútállomás címmel egy József Attila estel ünnepelték meg a könyvtárakban Magyar Kultúra napját. Egy olyan József Attila képet próbálok, vagy próbáltam megmutatni, ami egy kicsit annyiban eltér talán a megszokottól, hogy én például nem boncolgatom benne a halálának körülményeit, és nem arra van kihegyezve az előadás, hogy ez a költő meghalt, és úgy, ahogy meghalt, hanem pontosan arra, hogy az életre, hogy mennyire szeretett és akart élni ez a József Attila. A Magyar Kultúra napján a hagyományaink, a nemzeti tudatunk erősítése, tárgyi és szellemi értékeink továbbadása kerülnek előtérbe. Mi magyarok délvidéken is, így Óbecsén is multikulturális környezetben élünk. Több nemzet, több kultúra, több érték egy helyen. Más nemzetek kultúráját ismerjük, tiszteletbe tartjuk, magunk nemzeti kultúráját éljük, ragaszkodjunk hozzá, tanítsuk és átadjuk a következő nemzedéknek. Az évforduló alkalmából az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben Szerda László megzenésített verseiből tartanak ünnepi műsort.